Idén is megrendezik országosan a Strandok Éjszakája elnevezésű programsorozatot, melyhez számos fürdő csatlakozik minden évben. A rendezvénysorozatot még 2010-ben indította útjára a Magyar Fürdőszövetség. A cél az volt, hogy megismertessék és megszerettessék az emberekkel a fürdőkultúrát. A Szekszárdi Strand minden évben csatlakozik az országos kezdeményezéshez, és megtartja a Strandok Éjszakája elnevezésű programot. Július 29-én szombaton, tehát egész éjjel nyitva áll a strand a fürdőzők előtt. A lehetőségnek sokan nagyon örülnek, van, aki a nyaralását is ehhez igazította. Egy nappal meghosszabbítjuk a nyaralásunkat a Strandok Éjszakájáért. Nem csak fürdési lehetőségek lesznek, hanem már reggeltől kezdődően tartanak fellépéseket, játékokat, versenyeket mindenkinek. Szerintem amúgy egy jó program lesz. Én mindenképp jövök barátokkal. Szerintem jó lesz. Már voltam később, vagy előző években is voltam. Az is jó volt, úgyhogy szerintem ez is jó lesz. A vendégek egész nap válogathatnak a sport lehetőségek közül. Lesz vízitorna, röplabda, tékvándó és mozgásművészeti stúdió bemutató, de a fiatalok nagy örömére még csúszdaverseny is. Este pedig az éjszakai fürdőzés mellett különböző italakciókkal Vibe Terasz szórakoztatja majd a résztvevőket. Az egész napos rendezvényen most csökkentett áras belépővel vehetnek részt a fürdőzők.